Fut most a csatornán egy nyereményjáték, amely keretein belül kisorsolunk 3x5 ezer forintot, 5 darab firmiteszos napszemüvegszettet, illetve 15 darab Sherlock Robertes dedikáló kártyát, amiket bam bam bam, így írtam alá nektek. Ahhoz, hogy megnyerd ezeknek valamelyikét, nincsen más dolgot, csupán a leírás első linkjén keresztül beregisztrálnod, amely fragsheet.com/elekrobi, ezt úgy tudod megtenni, hogy rákattintasz a linkre, utána pedig a jobb felső sarokban lesz egy zöld gomb, amelyre az van írva, hogy sign up, utána bejön egy űrlap, ahol meg kell adnod egy felhasználó nevet, az e-mail címedet, majd kitalálnod egy jelszót a profilodhoz, utána elfogadod a felhasználási feltételeket, majd pedig a kék submit gombra kattintasz, ezután pedig a leírás második linkjére rámész, ott pedig megadod a teljes nevedet, illetve azt az e-mail címedet, amellyel beregisztráltál a Fragsheetre, és már meg is vagy, és részt veszel a nyereményjátékon. Na de akkor, térjünk is vissza a videónkhoz. Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagyon szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videónkban pedig egy Találd ki a film címét emoji alapján kvízt hoztam el nektek. Hogyha örültök ennek az egésznek, és szeretnétek még hasonló kvízeket itt a csatornámon, akkor mindenféleképpen fejjétek szét azt a like gombot. Így őszintén szólva, eléggé tartok ettől az egésztől, ugyanis nem szeretnék előttetek beégni, de csak ki fogunk találni egy csomót, nem? Hát ezt most derítsük is ki, és akkor kezdjünk is bele! Összpontosítsunk. Egyé válok a kvízzel? Spider-Man, ja, az nem egy pók, hanem egy hangya. Hangya ember, Ant-Man, van olyan film, nem? Kérlek, mondd, hogy van! Ott is van, hát hogy ne menne a bátyjának? A kis ujjamból kirázom ezt az egészet, aha. Don't look up, ne nézz fel. Leonardo DiCaprio van benne. Azaz, hát vágja a bátyja. Pont ezt láttam, de szerintem itt meg is áll a tudományom. Jurassic Park. Annyira feszélyez ez az egész, hogy időre megy, és folyamatosan rakja rám a stresszt, de eddig... 3x3 Black Widow? Az is vagy Marvel-es szúc, vagy Black Panther? Valami ilyesmi? Azaz, a fekete párduc. Nem láttam, és nem vágom ezeket. Ott van egy ház, meg egy... Reszkessetek betörők, nem? Léci, mondd azt! Hoppá, hoppá, persze, hogy az! A jó kis karácsonyi sláger film. Pókember. Nem fog egyszerűen... Ki rajtam? Ez a kvíz. 6-ból 6. Bár egyre nehezedik, legalábbis. A Black Panther-nös, az nehéz volt. Kung Fu Panda. Hát szépen kivárom, ugyanis vágja itt a bátyja, hogy mi újság. Jaj, de éltem régen, és olyan idézetek vannak a Kung Fu Pandában. Most hagyok egy kis időt, hogy mindenki tudjon gondolkozni. Oroszlán király! És csak a végén mondom be, csak úgy megörülök mindig a fejemnek, amikor hoppá, tudom. A vasaló ember. Ja, hát tesó, Iron Man. Mert angolul a vasember. Mert angolul a vasaló. Az Iron. Na ez meg mégis mi lehet? Jumanji talán? Leállítom, és hagyok egy kis időt, hogy gondolkozzunk. Forrest Book? Forrest Gump? Nincs ötletem. A dzsungelkönyve. Na látjátok, ettől tartottam. Illett volna azért ezt tudni. 3 darab piros autó. Akkor a címében benne van a Red. Red Cars. Nem lehet, hogy a Verdák. Vagy nagyon nem? Hogy ne a Verdák lennének? Hát egy piros autóból is megmondom, hogy bizony. Villám McQueen. Fú, leállítom és csalok, ugyanis ennyi idő alatt nem tudom végig gondolni ezt az egészet. Van nekünk egy plusz macink, egy kórházunk talán, meg egy Y-unk. Biztos, hogy nem a Ted. Vagy de, ötletem sincsen. Toy Story. Fú. Na itt már van egy tippem, ami nem más, mint a jégvarázs. Ó. Hogy nagyon nem. Ez micsoda? Hamupüpőke? Szerintem ja.
Jól van már! Hát meg van bundázva az egész! Ott volt egy hópie! Hát mi más is lehetne az, hanem a jégvarázs? Van egy farkasunk, egy fülünk, meg egy inünk. Wolf ear in. A vérfarkas? Van ilyen, hogy Wolferin? Vagy valami ilyesmi film? Van akkor ezek szerint? Hát hogy ne lenne? Man in Black. Ne csináld! Csak ki kell mondogatni angolul a szavakat, és kijön a Man in Black. Na. Az a baj, hogy elfelejtettem számolni, hogy mégis mennyit rontottam el, de ti mindenféleképpen majd írjátok le a komment szekcióba az eredményeteket. Szerintem ez a Thor lesz, nem pedig Hammerman vagy valami ilyesmi. Ez tudja, hogy a Thor. Hát ott a kalapács. Hát persze, hogy a Thor! Jöjjön is akkor a kövi. Captain... Amerikai kapitány! Tudta, hogy amerikai kapitány! Hát persze, hogy az! Rá kell bízni a bátyjára! Na de ebből mégis hogyan találjam ki? Éppen elkezdek itt arcoskodni, nem is gondolkozok ezen sokat. Aha, ez akkor. Ilyen Disney mesékkel mindig is bajban voltam, hát ez tuti, hogy a Nemo lesz. Finding Nemo, vagy valami ilyesmi. Azaz, hát persze, hogy azaz. Jön is a 20. Nekem már van tippem, na és nektek? A kishableány. Nem tudom, hogy mégis mi angolul a címe, de igen, a kishableány. Durva amúgy, hogy csomó mesét nem is láttam, és mégis így cím alapján levágom őket. Jurassic Park már volt, ez pedig a Jurassic World lesz szerintem. Van olyan is, nem? Hát persze, hogy van olyan is! Csak ki kell mondanod angolul az emojikat, és akkor kijön az, hogy Top Gun. Ott is van. Egyszerű, túl könnyű már ez. Joker. Ne ilyen könnyűeket adjál. Van itt is ötletem, tuti, hogy a Karib-tenger kalózai lesznek. Ott is van Jack Sparrow. Zseni, hogy amikor tudom, akkor tudom, hogy jaj, nehezebbeket adjál, amikor meg nem tudom, akkor meg keresem a kifogásokat mindig, tudjátok. King Kong? Hát be, jakajak! Mert a korona az akkor nem crown, hanem king. Ugye? Nagyon ötletesen vannak ezek megvalósítva. No de ez mi lehet? Star Sword? Nem, Star Wars akkor? Mert akkor a kardok a háborút szimbolizálják, és akkor ez Star Wars lesz. Kell azért egy kis idő, hogy így agyban összeragd az egészet. Police Shopping. Van egy film, ami egy plázában lévő biztonsági őrről szól. Nem az? Hát... Egyáltalán nem az. Én mindent tőlem tehetőt megtettem. Na ez mi lehet? World Monkey, World Gorilla. Ötletem sincsen itt. Planet of the Apes. Van nekünk ott kettő fenyőnk, meg egy futó emberünk. Bajban vagyok már megint. Ne! Hát itt van a Forrest Gump! A királynő és a béka? Vagy mi ez? Van ilyen mese egyáltalán? Van! Na, életemben nem hallottam róla, de jó volt a tipp. Na ez pedig a Fel című rajzfilm lesz, azaz az app. Hát persze, hogy az! Milyen kis aranyos borítója van. Érzitek ti is? A bűnszagát Gothamben? Ugyanis itt is van a Batman! Mondd, hogy az?
Hát persze, hogy az! Ráérzek én itt. Fú, mi az az anime? Vágtam pedig régen? Death Note, ugye? Hát akkor nem. The Notebook. Ott egy cápa, meg egy hullám. Shark Waves? Lenne ugye egybeolvasva, de nem tudom, hogy van-e olyan film. De hirtelen nem jut eszembe. Ez... Hát ezt bizony nem tudtam. Karate Kid! Nem akartam kimondani, csak hangosan gondolkodtam, és így bám! Beugrott az agyamba. De hát szerencsére jól ugrott be. Egyszerű ez, nagyon is. Ilyeneket nem kéne kijelentenem, ugyanis ezek után, hogyha nem tudom, sokkal, de sokkal rosszabb. Aladdin. Léci! Hú! Most azért egy nagy kő esett le a szívemről. Van egy felfele mutató kezünk, meg egy dínónk. Ez Thumb Dino? Thumb Dinosaur. Nincs ilyen film, az a baj. Mi lehet ez? A jó dinoszaurusz. Na ezt sem vágtam. Brutál egyszerű, hát papírforma, Titanic. Hát persze, hogy az. Hogy pörgeti a Leo? Na ez meg mégis mi lehet? Várjatok, van az rajzfilm, ami arról a kisbabáról szól, aki felnőtt lesz, vagy valami ilyesmi. Mi is a címe? Baby úr talán magyarul? Angolul nem tudom. Baby boss talán? The boss baby, hát persze, hogy az. Annyira vagány amúgy öltönyben. Ez is egyszerű. Ez tudta, hogy a Harry Potter lesz. Olyan sokat egyébként szerintem nem hibáztam. Tessó, nincs is ilyen emoji, hát átversz minket. Ez a Doctor Strange-nek a ruhája, nem? Akkor ezt gondolom, hogy a Doctor Strange lesz. Hát eléggé megkönnyítették a dolgunkat, hogy egy az egybe odarakták nekünk a ruháját. Első ember? Van ilyen film? First Man? Mi lehet ez? Hát az első ember! Hát tudtam én! Hát persze, hogy tudtam! Nem csak tippolt, mert nem csak kimondtam az emojikat angolul. Hát persze, hogy nem. Megvan, megvan az éhezők viadala. The Hunger Games. Ott is van. El is érkeztünk a 44-hez. Van nekünk egy emberünk, egy kameránk, egy repülőnk, meg egy macink. Man, kamera, plane, teddy. Hát, ez a taktika most nem jött be, és bizony, ez nem egy filmnek a címe lett, szóval szabad a gazda. Mr. Bean Holiday. Na és ebből? Hogyan kellett volna rájönnöm? Már nem azért. De kajak. Ki az, aki ezt kitalálta? Szerintem szinte senki. Na most vannak itt a durva dolgok. Egy férfi, egy bárka, víz, meg állat. Noé bárkája talán? Hát sajnálatos módon nem, hanem Pi élete. Ennyi is lett volna ez a kis kvízünk, meg kihívásunk. Szerintem én olyan sokat nem rontottam el. Hát kevesebbet, mint 10-et, nem? Bár nem számoltam, meg nagyon benne voltam, szóval szinte elveszítettem a realitás érzetemet, mivel folyamatosan gondolkodtam, meg pörgettem, majd vágásnál fog ez nálam kiderülni. A komment szekcióban mindenféleképpen jöhet, hogy ti mennyit hibáztatok, hogyha pedig bejött nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, hogyha pedig még nem nyomtátok volna be a csengőt, akkor kérlek tegyétek meg, én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is, szevasztok!